Kimagasló eredmények, több ezer új munkahely jön létre idén Nyírbátorban. Ez a tavaly elért 20% fölötti gazdasági növekedésnek köszönhető. Közlekedésfejlesztés Nyíregyházán, megújult a Debreceni út Kígyó utcai csomópont, a forgalom és gyalogos biztonság növelése érdekében végezték el a munkálatokat. Újabb beruházás, látogató központot épít a Nyíregyházi Állatpark idén tavasszal. Erre 300 millió forint topos támogatást biztosít a város. Több ezer új munkahely jön létre idén Nyírbátorban. Ez a tavaly elért 20% fölötti gazdasági növekedésnek köszönhető. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez az eredmény nem csak magyarországi, hanem európai szinten is kimagasló, közölte a város polgármestere. Ennek oka, hogy az ipari parkban működő 7 multinacionális vállalat az elmúlt években termelési technológiai fejlesztéseket valósított meg, és egy részük idén is tovább bővíti helyi csarnokait. Szinte már betelt a Nyírbátori Ipari Park, jelenleg több mint 20 cég működik itt, közülük 7 multinacionális vállalat. A gyárak a 2014-2015-ös évben folyamatosan bővültek, ennek eredménye kimagaslóan tavaly mutatkozott meg, amikor a város iparűzési adóbevétele csaknem elérte az 1,2 milliárd forintot. A külföldi vállalatok tervei közt idén is több beruházás szerepel, ami már biztos, hogy 3 nagy vállalat fejleszt 2017-ben, de a többi cég is tárgyalásokat folytat, vagy az önkormányzattal, vagy a magyar állammal. Az egyik kiemelt beruházás a Koloplast Kft. Üzemépítése, a már meglévő 2 gyáregysége mellé építenek ebben az évben egy harmadikat, ami 50%-kal növeli majd a kapacitásukat, valamint a jelenlegi 2000 fős alkalmazotti létszámuk további 1000-rel nő majd, hangzott el a város újévi vállalkozói fórumán. A Rosenberger Magyarország Kft. Jelentette be, hogy tavaly évben, hogy Nyírbátorban egy új gyárépületet épít, kormány támogatásával. Ez nyár végére fog megvalósulni. Ez az épületben 400 főt egészen biztosan, de tudjuk, hogy az épület nagysága olyan, hogy akár 1000 főt is tudnak majd foglalkoztatni. És a harmadik fejlesztés pedig a Serioplast olasz tulajdonú cég. Eleve olyan ingatlant vásárolt annak idén, ahol folyamatosan tudja bővíteni a gyáregységét. Ebben az évben egy 3500 négyzetméteres gyárépület el fog bővülni a kapacitás, ami azt jelenti, hogy nagyságrendileg egy olyan 20-30%-kal is bővülhet ott a termelés. Az Unilever háztartási vegyipari gyár 1989 óta van jelen Nyírbátorban, az elmúlt 3 évben 67%-kal bővítették a kapacitásukat, legutóbb 2015-ben telepítettek új gyártósorokat. A nyírbátori egy alapvetően automata üzem, jelenleg 300 főt alkalmaznak, évvégére 333-ra nőhet a létszám. Ebben az évben egy 4,5 millió eurós beruházás kerül megvalósításra, amelyben bővítjük a gyártócsarnokunkat, bővítjük a folyékony keverőüzemünket, illetve új innovációs portfólióknak a kialakítására kerül sor. A Dill Aircabin repülőgép alkatrész gyártó cég is növeli majd foglalkoztatotti létszámát. A tervek szerint 2019-ig évente 100 új főt alkalmaznak a már meglévő 519 fő mellett. Az egyik legrégebbi multinacionális vállalat Nyírbátorban a német MSK BT, itt jelenleg 345-en dolgoznak, több nagy beruházást is befejeztek az elmúlt években. 1995-ben több mint 20 éve alakult a Nyírbátori gyáregység. Csomagológépgyártással foglalkozik az MSK, nagyon sok országban van leányvállalata, az anyavállalata Németországban van, Klévében, és azt lehet még elmondani a magyarországi nyírbátori helyi gyárról, hogy csak Nyírbátorban folyik termelés. Tehát sem Németországban, sem Angliában, többi környező országokban nincsen termelés. A Nyírbátori Ipari Parkba 90 településről összesen 2407 fő jár szervezett buszokkal dolgozni, ez a szám idén tovább nő majd.
Ezért szeretnének a park melletti erdős részen egy buszmegálló hálózatot kiépíteni. A tervek között szerepel még a Számít rád Nyírbátor program elindítása. Ennek keretében Románia felé is nyitna a helyi munkaerőpiac, közölte Máté Antal, a település polgármestere. A célcsoport a magyarul jól beszélő és magyar állampolgársággal rendelkezők, akiket szintén szervezett buszokkal szállítanának át Nyírbátorba minden reggel. Nem csak az iparban, a mezőgazdaságban is fejleszteni szeretne a város, egy új hűtőházat és logisztikai rendszert hoznának létre annak érdekében, hogy a település magyarországi viszonylatban egy mezőgazdasági központtá váljon. De a tervek között szerepel még egy erőmű építése is az ipari park szomszédságában. Megújult a Debreceni út Kígyó utcai csomópont Nyíregyházán. Az átadó ünnepségen elhangzott, a forgalom és gyalogos biztonság növelése érdekében végezték el a beruházást. A fejlesztés részeként többek között gyalogos átkelőhelyet és kerékpárutat is kialakítottak. A közlekedés fejlesztés összesen 210 millió forintból valósult meg. A 1,5 milliárd forintos fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán című projekt részeként valósult meg a Debreceni út Kígyó utcai csomópont forgalom lassító átépítése. Az átadó ünnepségen a megyeszékhely polgármestere kiemelte, voltak olyan fejlesztések, amelyeket az uniós keretből nem finanszírozhattak. 140 millió forintot használtunk fel ebből a 1,5 milliárdból, és 70 milliót hozzá kellett tenni. Azért tartottuk fontosnak például itt a déli oldalon a Kígyó utcán a kerékpárút megépítését, amit nem támogattak, mert szeretnénk tovább vinni. Ugye elhoztuk az Arany János utcai körforgalomtól a kerékpárutat, és egy másik projektben lesz forrásunk arra, hogy ezt kivigyük a Kálói út végéig a Csárda utcáig, tehát bekapcsoljuk Borbányát is a nyíregyházi kerékpárút hálózatba. A Kígyó utcán így most már biztonságosan lehet kerékpárral és gyalogosan is közlekedni, hiszen a közlekedés biztonság jegyében a járdát is átépítették. A kivitelező cég más fejlesztéseket is megvalósított. A Kígyó utcán 220 méter hosszan az útbutalat cseréje történt meg. Csatlakozik a korábban megépült Arany János utcai körforgalom keretein belül megépült útszakaszhoz. Továbbá a Kígyó utca, a déli oldalán lévő Virág utca, itt csomópont is átépült. Itt a közlekedés biztonságot javító intézkedés történt, hogy a nagy sugarú ív volt kiépítve, és ezért nagy kanyarodási sebességet tett lehetővé, ami a biztonság szempontjából nem volt kedvező. A munkálatok még szeptemberben kezdődtek, és decemberben be is fejeződtek. Ráfutásos baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán a Kállói úton. Egy terepjáró gyalogost engedett át a zebrán, egy mögötte érkező személyautó erre már későn reagált, és a terepjárónak ütközött. A balesetben senki nem sérült meg, a helyszínen rendőrök intézkedtek. Látogató központot épít a Nyíregyházi Állatpark idén tavasszal. Erre 300 millió forint topos támogatást biztosít a város. 2017 a beruházások éve lesz, közölte a park igazgatója, akár ökocentrum is épülhet Sóston. Az állatpark tavaly ünnepelte 20 éves jubileumát, ebből az alkalomból a megyei könyvtár egy ajándékot készített nekik. A hideg januári időjárás nem vonza a látogatókat a Nyíregyházi Állatparkba, pedig tavaly rekordot döntöttek, összesen 480 ezeren érkeztek ide. A megnövekedett forgalom miatt több felújítás is szükséges a parkban, többek között átépítik a főbejáratot. Egy látogatóközpontot alakítanak majd ki, amire közel 300 millió forintos topos forrás biztosít a város. Ez majd Sóstó kapujaként információs pont lesz az ide látogatók számára. Megújulnak a park sétányai, útjai is, mivel ilyen sok vendég van, már szűkek az utak, úgyhogy megszélesítjük és 10 purgulattal látjuk el a sétaútjainkat. Ezek biztosan lesznek, mint ahogy még megépül egy Hópárduc kifutó is, és vannak olyan tervek, amiről még nem beszélhetek, de ezek között talán annyit megemlíthetek, hogy jó esély van arra, hogy a Pangea Ökocentrum építése is elkezdődhet valamikor az idén, amely egy nagyon különleges oktató központ lesz majd itt. Az állatpark tavaly ünnepelte működésének 20. évét, ezért a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtártól egy jubileumi ajándékot is kapott, amelyet Tomasovszky Anita könyvtárigazgató adott át. Ezt a könyvtár munkatársai készítették,
abból az apropóból, hogy megünnepeljük közösen az elért eredményeket, hiszen a Nyíregyházi Állatpark bekerült az értéktárba is, és nem csak a város lehet rá büszke, hanem már világszerte magas színvonalat vívott ki magának, nem is csodálom. Az állatpark sajtótájékoztatóján Gajdos László kiemelte, már a március 15-ére és az igazi szezonnyitóra a húsvétra készülnek. Arról is beszámolt, hogy 2016-ban 170 kisállattal bővült a park, és ebben az évben is hasonló gyarapodásban bíznak. Érkezik majd gepárd, párdus és elefánt is a Nyíregyházi Állatparkba. Ismét megrendezik a táncfarsangot a Móricz Zsigmond Színház és a Nemzeti Táncszínház közös szervezésében Nyíregyházán. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Szombaton pótolja az MTK Budapest elleni elmaradt bajnoki meccsét a kisvárdai női kézilabda csapat. A várdaiak a játékosokat sújtó betegség hullám miatt nem tudtak elutazni az elmúlt hétvégén esedékes találkozóra. Február elején a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület szervezésében Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjét. Ismét megrendezik a táncfarsangot a Móricz Zsigmond Színház és a Nemzeti Táncszínház közös szervezésében Nyíregyházán. A február 20-ától 22-ig tartó háromnapos rendezvényen 6 színvonalas előadást tekinthet meg a közönség. A programban lesz klasszikus balett, és újra értelmezik a nagy sikerű West Side Story című musicalt is, méghozzá a jazz stílusában. Karl Orff nagy sikerű oratóriumát, a Carmina Buránát a Szegedi Kortárs Balett állította színpadra a tavalyi táncfarsangon. Az idei rendezvényen ehhez hasonló, máshol nagy sikerrel játszott zenés darabokat mutatnak be. A közönség összesen 6 előadást láthat. Színpadra lép többek között az Experidence és a Pirottep Productions, a Miskolci Balett, a GG Tánc Eger, a Pesti Magyar Színi Akadémia és a Transdance társulatai és Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékei is. A Vidor Fesztivál mellett hagyományteremtően a táncfarsang az, ami hosszú évekre nyúlik vissza. 14. alkalommal kerül megrendezésre a táncfarsang, és amit kiemelnék, hogy soha nem kapott ilyen nagy támogatottságot, és ennek következtében talán soha nem tudtunk ilyen színvonalas produkciókat meghívni Nyíregyházára. Csak kettőt emelnék ki a 6-ból, az Experidence előadását, illetve a Miskolci Nemzeti Színház Annak Karenináját. Ezek mind annyira kiemelkedőek a magyar palettán, a magyar táncpalettán, hogy igazán büszkék lehetünk rá, hogy őket láthatjuk. Az igazgató hozzátette, a társulat lázasan készül a következő két bemutatójára. Szombaton a Függönyfel című darabot láthatja a nyíregyházi közönség, február 10-én pedig a gyerekeket várják a Besenyei térre, a Kisfiú meg az Oroszlánok című mesejátékkal. Michael Frayn Függönyfel című fergeteges komédiája a 2017-es év első premierje a Móricz Zsigmond Színházban. A darab, amelynek rendezője Puskás Tivadar, a színházról szól, úgy, ahogyan még sohasem láthatták a nézők. Őrülten, robbanásveszélyesen, mégis a szeretet szemüvegén át. A bohózat története szerint egy alkalmi haknira verbúválódott társulat kétségbe esetten keresi rendezőjét, kellékeit, szövegét, helyét a színpadon és az életben. A nézők a komédiában bekukkanthatnak a kulisszák mögé is, ahol minden kiderül. A színészek közötti konfliktusok kiéleződnek, a kellékek megbokrosodnak, a pánik úrá lesz mindenkin. Mindez természetesen csak játék, a társulat ezúttal Puskás Tivadar irányítása alatt hozta létre a produkciót. Egyre jobban szeretek rendezni, egyre jobban, mert a teljességet látom abban a pillanatban, nem csak a színészi feladatot látom, mint színész egy darabban, hanem az össz darabnak a létezését, hogy hogy működhet, mik az igazi mozgatórugói a darabnak, hogy milyen gondolatok vannak még azon kívül, mintha csak egy szerepet játszanék benne. A főbb szerepeket Pregicel Fruzsina, Fellinger Domonkos, Dézsi Darinka és Szabó Márta alakítják. Az egyik színészt, Geri Lezsunt, Rák Zoltán játsza, aki úgy gondolja, bár vígjátékot játszani nehéz, nagyon izgalmas próbafolyamaton vannak túl.
Az a nagyon nehéz benne, hogy iszonyatosan pontosnak kell lenni. Mert hogyha egy vígjáték nem pontos, akkor nincs ritmus az előadásnak, és onnantól kezdve minden borul. De hogy az életben is ugye akkor vicces valami, hogyha pont akkor jött be valaki, amikor becsapódott egy ajtó. Ez ugyanígy van színpadon is, csak ezt nagyon keményen ki kell gyakorolni. Hamvai Kornél fordítását Sedjánszky Nóra alkalmazta színpadra, az izgalmas díszletet Boldizsár Zsolt, a jelmezeket pedig az énekesnőként ismert Horányi Júli tervezte. A Függöny fel című bohózat premierjét szombat este láthatja a közönség a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán. Próbálunk! Piálunk! Próba közben soha! Szombaton pótolja az MTK Budapest elleni elmaradt bajnoki meccsét a kisvárdai női kézilabda csapat. A várdaiak a játékosokat sújtó betegség hullám miatt nem tudtak elutazni az elmúlt hétvégén esedékes találkozóra. Most már mindenki egészséges, a cél pedig a győzelem megszerzése a közvetlen rivális otthonában. Már a január 16-ai Debrecen elleni meccsen is betegen vállalta a játékot több kisvárdai kézilabdázó, az elmúlt szombatra kiírt MTK Budapest elleni találkozóra pedig el sem tudott utazni a csapat. A keretből 12-en küzdöttek lázas megfázással, és mivel a fővárosiak belementek az időpontmódosításba, a szövetség is rábólintott a halasztásra. Azóta meggyógyultak a betegek, így a hét második felében már a teljes kerettel dolgozhatott Dévényi János edző. Hétfőre a játékosok túlnyomó többsége már felépült, el tudta kezdeni a munkát, viszont kedden, illetve szerdára lett teljes a keret, akkor még hétfőn mindig hárman beteg állományban voltak, de azóta megkezdtük a munkát, tudunk dolgozni, hál' a jó Istennek. Azt mondanám, hogy a lányok jó kondícióban vannak, tehát annyira remélhetőleg nem látjuk eddig a jelét, hogy megviselte volna őket a betegség. Aztán természetesen majd hétvégén meglátjuk, de az edzés munkájukban hál' Istennek nem látszik. A legutóbbi fordulóban a Békés Csaba némileg váratlanul legyőzte a Vácot, így a Kisvárda a 13. kieső helyre csúszott vissza a tabellán. Egy szombati győzelemmel a várdaiak megelőznék az egy ponttal előttük álló MTK Budapestet. Ugye mind a két csapatnak elvileg kötelező lenne győzni, úgyhogy ennek megfelelően biztos, hogy elég parás hangulatú meccs lesz. Bízom benne, hogy a végkimenete számunkra lesz pozitív. Nehéz mérkőzésre számít a kisvárdai edző is, aki szerint a védekezés és a kapus teljesítmény dönthet a két pont sorsáról. Komoly rangadó lesz, mind a két csapat nagyon fel fog készülni egymásból. Én úgy gondolom, hogy egy természetesen mindig a kulcs a jó védekezés, illetve emellett ugye, ami hozzáadódik a kapus teljesítmény. Ez lesz a kulcs a mérkőzésen. Ha ugye most igazolták Termányt a bal kettőben, tudjuk kicsit is semlegesíteni, úgymond ugye előszeretettel lő távolról, arra készülünk természetesen, illetve átnéztük az összes taktikai variációkat, ez szerint készülünk, próbáljuk minél jobban megvalósítani, illetve minél jobban felkészíteni a csapatot. A klubhoz kapcsolódó hír, hogy a szerb válogatott átlövő Marina Dmitrovics meghosszabbította a szerződését, így 2019 nyaráig erősíti a kisvárdai csapatot. Február elején a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület szervezésében Nyíregyházán rendezik meg az 5.-6. korcsoportos összevont labdajátékok Diákolimpia országos döntőjét. A megyeszékhelyen kosárlabda, kézilabda és röplabda csapatok mérik majd összetudásukat. Az elmúlt években több országos elődöntőt és döntőt is rendezett a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, de a februárihoz hasonló nagyságrendű eseménynek nagyon régen volt házigazdája Nyíregyháza. A Magyar Diáksport Szövetség döntése értelmében ugyanis a megyeszékhely fogadja három sportág 5.-6. korcsoportos csapatait. Kosárlabdában, kézilabdában és röplabdában 8 fiú, illetve 8 lány csapat vetélkedik majd az érmekért és a helyezésekért. A diákokkal, illetve a felkészítő kísérőkkel együtt több mint 1000-en lesznek itt Nyíregyházán, és én úgy gondolom, hogy ez valóban egy olyan mérvű és olyan léptékű rendezvény, amelyre mindenképpen úgy kell készülnünk, hogy aki innen elmegy majd, illetve aki itt részt vesz ezeken a döntőkön, valóban olyan szájízzel tudjon majd távozni Nyíregyházáról és Szabolcs-Szatmár Bereg megyéről, hogy itt nagyon jó volt lenni, és sportsikerekben és emberi kapcsolatokban megerősödve térhessen haza. Ez egy valóban egy nagy feladat.
hiszen több helyszínen, itt említettem a Continental Arénát, vagy a BEM József Általános Iskolát, a Tiszavasvári úti sportcsarnokot, fognak szerepelni a kosárlabda, a kézilabda és a röplabda labdajátékokban, és természetesen itt a szállásról, étkezésről és egyéb programokról is gondoskodnunk kell, úgyhogy igyekszünk valóban jó házigazdák lenni, és biztosítani azt, hogy 2017 úgy kezdődjön a diáksport életben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hogy abból lehessen építkezni a későbbiekben is. A mezőnyben mind a fiúknál, mind a lányoknál mindhárom sportágban lesz megyebeli együttes. A csúcstartónak a Zrínyi Gimnázium fiú kézilabda csapata számít, az intézmény képviselői 42. alkalommal szerepelnek majd országos döntőben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Több ezer új munkahely jön létre idén Nyírbátorban. Ez a tavaly elért 20% fölötti gazdasági növekedésnek köszönhető. Ez az eredmény nem csak magyarországi, hanem európai szinten is kimagasló, közölte a város polgármestere. Megújult a debreceni út Kígyó utcai csomópont Nyíregyházán. Az átadó ünnepségen elhangzott, a forgalom és gyalogos biztonság növelése érdekében végezték el a beruházást. A fejlesztés részeként többek között gyalogos átkelő helyet és kerékpárutat is kialakítottak. Látogató központot épít a Nyíregyházi Állatpark idén tavasszal. Erre 300 millió forint topos támogatást biztosít a város. 2017 a beruházások éve lesz, közölte a park igazgatója, akár ökocentrum is épülhet Sóstón. A Kölcsei Televízió iradóját látták január 20-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn várjuk majd Önöket, a hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire párás, ködös időre számíthatunk, anticiklon alakítja időjárásunkat, marad a csendes, téli idő, de fokozódik a köthajlam. Az éjjel megnövekszik a felhőzet, többfelé zúzmarás köd is képződik. A ködös helyeken hószálingózás, ónos szítálás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge marad, reggelre általában mínusz 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a köd többfelé tartósan megmarad, ónos szitálás, hószálingózás is lehet. A magasabban fekvő területeken több órás napsütés várható. A változó irányú szél gyenge marad, délutánra mínusz 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban folytatódik a csendes téli idő, vasárnap még nagyobb eséllyel lesznek napos területek, hétfőn és kedden viszont borult párás időre számíthatunk. Szerdán érinthet bennünket egy hideg front, amelynek hatására ismét kisüthet a nap. Jelentős csapadék nem várható, a hőmérséklet továbbra is fagypont alatt alakul.